2021-ben köszöntötték először a kimagasló munkát végző rendőröket Kispesten. A korábbi rendőrkapitány Plánk Róbert javaslatára alapította az önkormányzat a pénzjutalommal is járó Sárkányülő Szent György elismerést. Az idei díját a Dongajda Péter polgármester a kerület nevében megköszönte azt az áldozatos munkát, amit a kispestiekért végeznek a rendőrök. Azt mondta, ez a munka megkerülhetetlen, ezért a munkáért köszönet jár, hiszen a rendőrök sokszor az életüket kockáztatják szolgálatteljesítés közben. Sokszor nem kellő tisztelettel gondolunk azokra a kollégákra, akik tényleg a vagyon és az élet védelme, a közlekedés biztonsága érdekében sokszor az életüket adják. Lehet-e ezt elégszer megköszönni? Én azt gondolom, hogy a rendőri munkának talán éppen ezért is, most már az mondhatjuk az elmúlt évtizedekben sokkal nagyobb a presztízse talán, mint korábban. Kispest rendőrkapitánya arról beszélt, hogy a közbiztonság állapotáért mindig a rendőröket teszik felelőssé, ha jó akkor is, ha nem akkor is. A kapitányság éves beszámolója szerint a kispestiek szubjektív közbiztonság érzetét alapvetően befolyásoló bűncselekmények száma jelentősen nem emelkedett, sőt egyes kategóriákban csökkenés állapítható meg. Úgy gondolom, hogy és az a tapasztalatom, de ez most a többi évtizedes, hogy Kispestnek a közbiztonsága jó. Természetesen ennek érdekében a kollégáim mindegyik elhivatott, nagyon sokat tesz érte, nagyon sok lemondás van azért nem munka, hanem szolgálat és hivatás mögött. De úgy gondolom, hogy az együttműködés nélkül az önkormányzat, a testület, a társszervek együttműködése nélkül nem tudnánk eredményesek lenni, és innen köszönöm a hátteret, innen köszönöm a támogatást. Az idén a Sárkányülő Szent György elismerést öten vehették át. Sós Kinga címzetes rendőrőrnagy, aki csak nem 24 éve teljesít szolgálatot a budapesti rendőrfőkapitányság állományában. Szabó András rendőrőrmester, aki magas szintű teljesítményével járul hozzá Kispest közbiztonságához. Varga Katalin rendőrtörzsőrmester, aki fiatalkora ellenére a rendészeti osztályon megszerzett gyakorlati tapasztalatait jól kamatoztatja a szabálysértési eljárásoknál. Varga Rihárd rendőrfőtörzsőrmester, aki kiemelt figyelmet fordít a gépjárműlopások feltörések felderítésére. És Perce Máté rendőrőrmester, aki a rábízott feladatokat minden esetben határidőre, a legjobb tudása szerint hajtja végre, kollégái, parancsnokai számíthatnak rá. Az ünnepi műsorban Cher Livia előadó művészdal összeállítását hallhatta a közönség.